külön adót vett ki május 1-től a kormány a kereskedelem néhány szereplőjére. A jogszabály szerint az adó bevallása és megfizetése érinti a nagyobb kereskedelmi láncokat, a benzinkutakat, a pénzintézeteket, az autó- és alkatrészkereskedelmet, valamint javítást és az online kereskedelmet. Mi a célja a különadónak? Ezt kérdeztük az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárától. 36 milliárd forint bevétellel számol a költségvetés, és kifejezetten azzal a céllal, hogy ezt a úgynevezett járványügyi alapba fordítják az így befizetett összeget, tehát a járvány elleni egészségügyi védekezés szolgálja ez a hozzájárulás. De kiket is érint konkrétan ez az új adó? Két feltételt jelöl meg a jogszabály. Az egyik, hogy úgynevezett kiskereskedelmi tevékenység után kell egyáltalán kiszámolni, hogy valaki terhel-e ez az adó. Tehát aki kiskereskedelmi tevékenységet végez, állampolgárokat, végső fogyasztókat szolgál ki, azoknak a tevékenysége az ebből származó árbevétel az adó alapja. Ami, és ez a másik feltétel, ha nem éri el az 500 millió forintot, akkor semmit sem kell csinálni, sem jelenteni, sem fizetni. A lényeg az, hogy a KKV kiskereskedelmi vállalkozásának egy jelentős részét ez a hozzájárulás egyáltalán nem terheli. A fogyasztó legfontosabb kérdése természetesen minden ilyen adó kivetése esetén, hogy vajon megérzi-e mindezt az ő zsebe. Prognosztizálható hajszál pontosan ennek a fogyasztó kárát nem láthatja, hiszen a több mint 12.000 milliárdos kiskereskedelmi forgalomnak ez egyébként is elenyésző hányada, tehát elosztanánk egy nagyon kis számjon neki, de akik érintettek ebben, azok egyáltalán nem érdekeltek abban, és a korábbi évek tapasztalatai bármilyen összeher emelésnél vagy bevezetésnél ezek voltak. Nem érdek, hogy a vásárlóra ebből akár egy forintot is hárítsanak. Természetesen minden vállalkozás önállóan dönt arról, hogy hogyan gazdálkodjon ez ki. Amit el tudok mondani példaként, a legjellemzőbb lehet, hogy egy beruházást, egy felújítást, egy eszközbeszerzést elhalasztanak. A különadó érinti a pénzintézeteket is. A Bankszövetség képviselője szerint ez pillanatnyilag megterhelő a szektor számára, de összességében vállalható. Ugye bejelentettek egy 55 milliárd forintos járványügyi helyzettel összefüggő különadót, ami hát a szektornak a válságkezelés terheiből való részvállalását mutatja. Ez jelentős rész, ami a bankszektorra esik, ugyanakkor az a tény, hogy ezt az extra terhet a következő 5 évben a bankok vissza tudják igényelni, jelzi azt, hogy a kormány aktívan számít a magyarországi szektorra a válságkezelésében, és így vállalhatóvá teszi ezt a terhet a szektor számára is. A bankok többszörösen kiveszik a részüket a válságkezelésből. A kormány moratóriumot vezetett be a hiteltörlesztésekkel kapcsolatban, vagyis a hiteltartozások részleteit a rendkívüli helyzet ideje alatt a pénzintézetek nem követelhetik az ügyfelektől. Fontos tudni, a moratórium haladék, de a tartozást a jövő évtől ki kell fizetni. A moratórium ugye egy haladék, magát a tartozást azt meg kell fizetni, azonban ez csak a 2020. december 31-i időszak után. A fizetési moratórium lejárata után, tehát a jövő évtől kezdődően évente egyenlő részletekben kell majd megfizetni ezt a felfüggesztett összeget, úgyhogy a törlesztő részlet és a megfizetendő kamat együttesen nem haladhatja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztő részlet összegét. Értelemszerűen ugye akkor így a futamidő fog az esetek nagy részében meghosszabbodni. A pénzintézetek tehát konstruktívan vállalnak részt a válságkezelésben. A rendkívüli helyzetben új termékeket, szolgáltatásokat kínálnak az ügyfeleknek. Mindenképp fontos látni, hogy a digitális szolgáltatások előtérbe kerülnek most a veszélyhelyzet kezelése során. Ugye fontos, hogy ne személyes kontaktussal intézzük a banki ügyeinket sem, mint ahogy az élet más területén felmerülő igényeket sem. Úgy tűnik, hogy egyébként a magyar lakosság nagyon nagy arányban nyitott arra, hogy akár internetbankon, vagy akár videóbankon keresztül új csatornákat próbáljon ki, ha eddig még nem használta. Az érintőkártyás
fizetési limit, PIN kód nélküli fizetési limit 15 000 forintra történt emelése az 5 000 forintról. Szintén úgy tűnik, hogy elégedettséget hoz az ügyfelek körében, és szívesen használják mind a kereskedők, mind az ügyfelek visszaigazolásai alapján az első tapasztalatok ezt mutatják. És hát összességében elmondható, hogy nagyon jó időpontban lépett be a magyar pénzforgalomba az azonnali fizetés, amely ugye már március 2-ától érhető el teljes körűen hazánkban, ami nem csak azt jelenti, hogy éjszaka és hétvégén is elérhetővé vált a banki utalás, hanem tulajdonképpen azonnal néhány másodperc alatt megérkeznek az utalt ételek. A kereskedelem és a pénzintézetek tehát nem látnak okot az aggodalomra. Így nekünk sincs más dolgunk, mint bírni még egy kicsit a korlátozások végéig.